Középiskolások és egyetemisták sportolnak majd itt a felújított atlétikai csarnokban februárban. Első alkalommal jövő héten kedden ügyességi verseny és akadálypárja várja a résztvevőket. A Mozdulj középiskolás programmal több célja is van a Nyíregyházi Egyetemnek. Három fontos cél miatt gondoltuk megszervezni ezt az eseményt. Az egyik legfontosabb a Nyíregyházi Egyetem beiskolázásához való kapcsolódás, illetve annak a támogatás. Én azt gondolom, hogy nagyon színes és változatos a jelenlegi beiskolázási kampány, de mégis úgy gondoltuk, hogy a sporton keresztül még nyitottabbá tesszük a Nyíregyházi Egyetemet a középiskolások, illetve a felvételizők számára. Másrésztről pedig jelképesen azt gondoljuk, hogy így veszük most birtokba az egyetemisták és a középiskolásokkal együtt az atlétika csarnokunkat, amely felújításra került. Harmadrészről pedig szerettünk volna egy olyan élménydús napot az egyetemistáknak és a középiskolásoknak is, amivel meg tudjuk kezdeni a februárt, a farsangi februárt, és meg tudjuk kezdeni a második fél évünket, hiszen a vizsgaidőszak lezárt, egy teljes testi és lelki feltöltődést és egy nagyon élménydús napot szeretnénk biztosítani a résztvevőknek. A Nyíregyházi Egyetem hagyományőrző céllal kapcsolódott a Mozdulj Nyíregyháza programjához. Ez lesz az első alkalom, hogy közösen sportolhatnak a középiskolások és az egyetemisták. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a középiskolásokkal, megszólítottunk minden intézményvezetőt, valamint most a felhívásunk a Facebook oldalunkon, illetve a honlapon is megjelenik. Az első rendezvény február 8-án lesz, ez lesz a Sportfarsang a megújult atlétikai csarnokban, majd február 10-én a városi jégpályára várják a középiskolásokat. Ezeken túl lesz még egyetemi kispályás férfi labdarúgó és röplabda kupa, valamint kosárlabda torna is a Nyíregyházi Egyetemen március 2-áig.